az elmúlt történések. A városi biciklizés című sorozat két emberből áll, a rólam és a rohamokból. Az első videót 2013. novemberében töltöttük fel, és mivel annyira nagy sikerű volt, hogy a 14 videót összesen megnézték 326-an, ezért úgy érezzük, hogy szeretnénk nektek egy meglepet és visszatérés videót csinálni, ez pedig a külön kiadás címet kapta. Azért ezt, mert olyan kockákat láthatok ebben, amit még körül nem láthatok. A következő jelenetek nagyon valóságfűek lesznek, és a rozsonáktól teljesen valós reakciókat fogtok kapni, mivel én nem tud erről az egészről. A reakciókat ne várjátok a fosztás által, csak verbális és vizuális ajándékot kaptok. Majdnem egy év alatt a rozsonák semmit nem változott, én viszont megváltoztam külsőre, de ugyanolyan hülye vagyok, mint azok akkoriban. Továbbra is képtelen vagyok a leállás gondolkodásra és temetésre. A videóban történtek otthoni kipróbálása nem ajánlott, de ha kedvetek van hozzá, nyugodtan próbálkozzatok. A külön kérdés nem azt jelenti, hogy le akarnánk állni a filmezéssel, vagy ez a gondolat megfordult volna az agyunkban. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, a Városi Visszaküzdés Part 15-nél, ami nem sokára érkezik. A méltóságom védelme érdekében a fejemet nem látni, és a hangomat eltorzították, mert elhúztam magam. Ettől függetlenül szeretlenek volt az összes videóban. Következzünk tehát a külön kérdés, jó szórakozást kívánok! Szevasztok, és ma itt is vagyunk. Szevasz. Szevasz. Na, hoztam neked egy kis ajándékot. Nem, de hogy... Az anya, fánk, most komolyan? Meg kell hoztatni. Jó. Mi van abban? Majonéz, mi? 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 Legyen meg. Dehogy leszem. Most a kurva. Csak az elég van. Valahelyből ettem. Hát jó vagy. Edd meg a többit is. Nehogy leszem. Miért? Igen van. Nekem egy is gyomorbajom van. Nem baj, csinálok még egy kicsit. Persze, majd itt összefosom magam, biztos. Mondjuk el kedves nézőknek, hogy milyen a majonézes fánk. Jó, egy finom. Na, tehát próbáljátok ki ti is. Nagyon finom. Most mit csináljunk? Most mit csináljunk? Nekem minden. Bemutatjuk a királybiciklidet. Először is. Mutasd be. Na tehát, ez egy Miles városi férfi bicikli. Mint látni lehet, van rajta ilyen kis csomagtartó is, ami eléggé praktikus. És ami még a különlegesség ennek a biciklinek, hogy fel van cserélve az első, illetve a hátsó fék. Ugye általában a biciklinek bal oldalt van az első fék, és ha megnézzük, hogy behúzom ezt a féket, akkor a hátsó mozog. És hogyha a jobb oldalt húzom be, akkor meg az első. Ugye milyen érdekes? Ez most akkor lehet érdekes, ha valaki ugye nem tudja ezt. Mert akkor például... Például faralni akar valakinek. És behúzza a jobb oldalt, már azt hiszi, hogy ez a hátsó. És ugye akkor az első húzódik be, és az meg pofára esik az ember. Ezért érdekes ez. Aztán még itt van valami ilyen lézeres nyomkövető, vagy mi? Vagy LED, vagy nem tudom mi ez. Meg lézer is van benne. Nagyon kemény. Kivetíti az útra a lézert, hogy lássák, hogy hol van a bicikli. Most esetem, hova repült. Kerestünk valami ízét, ami elrepült. És most azt keressük, hogy hol van. Fémgenya, megvan. Fémgenya, hol van? Itt van-e? Ott. Próbáld ki még egyszer, milyen jó repül. Fölbetlenül. Ja. Ide fölállok-e? Mi? Ide fölállok-e? Ide nem tudod onnan. Ja. De onnan is tettem. Csak nem fogja látszani. Mi? Hát nem.
áramot szerkesztünk. Megfejtettük a tudományos megfejtését. Hát ez nem áramvonal. Megfejtettük a tudományos megfejtését, azért repül ez a fémgenyó, mert áramvonalas. Fémgenyó. Repül az ablakon. Meglát megint. Mi? Megint összetette. Láttátok a fémgenyót? Azért repül, mert áramvonalas. Na nézzük meg, hogy repül. Vá! Vá! Ez most nem repült, mert nem volt áramvonalas. Töltsd fel árammal a telefonodon. Várjál, próba szerencse. Baszom meg. Mondom, most nincs föltöltve. De föltöltve. Áh! Na. Már megvizessük ezzel. Kitöld a seggedet. Nem repült. Utána nekem pöszkölj. De most már megint repült. Te. Szóval a seggedből kap áramot. De föltöltött. Kitöltött a seggedet. Yeah. Majd ide gyövök a lézárka, játék lézak az ennyi. Yeah. Hogy csinál, mert mindig videózol? Mindig videózol, mert mindig videózol. Na most néztem meg azt a videót, te. Melyik a? A videót, kamerázol? Kamerázol? Ne kamerázzál, te köcsög! Ki én? Ja. Várjak, hogy jönök, kamerázol, kamerázol, te! Ja, úgy volt kb. Ne játszál, na nézzétek meg, milyen jó hajam van. Látjátok? Na most ez nem mindig volt ilyen rövidítő, de nem amikor... Jó, hosszú, mint egy lány. Amikor levágtuk, akkor kopasz volt itt, csak azóta már megnőtt. Na nézd meg! Szegény sapit a földön van. Na akkor... Mi? Akkor? Akkor? Akkor még mindig megy. Ne. Jó van. Nem megyek a biciklivel. Menjek ott. Nem megyek. Nem megyek. Nincs kedvem. Futok utána. Futsz utána. Kamerába szállsz, hogy bum! Mint el, nem tudom, mi az emestél? De. Elestél. Egyszerte nem. Mikor? Kamerára voltak, ezzel eldobtam azt, hogy elvásték, nem? Nem, az akkor volt, amikor jöttem erre, aztán ezért ugratni akartam, hogy nem tudom, hogy aztán bukfencesztem a biciklivel. Ja. Itten, ebben a kis megjelésben megfordult. Itt álltál én meg, igen. No. Az is jó volt. És ugasak, hogy megy el egy irányba. Ja. Kihaltunk meg egy kint. Mi is a neve várja? Kockám. Viszi a táskát, mert eléggé fáradt. Megetegy a kutyát a virágba. De virágot hozzál nekem? Virágot hoztál a kutyát. Betyám, gyerek. Finom virág. Ott van csirénke. Tudósítsál most egy politikai helyzetről. Miről? Válságban emberek. Ja. És kinek köszönhető ez? Neked. Ja. Miért? Nem tudom. Sok mindenért. Ja. Már megszülettél elsőre. Egyrészt, már megszülettél. És tudósítsd a környezetedben lévő természeti jelenségeket. Mint például, hogy túl nagy a fű. Túl nagy a fű, le kéne vágni, már rohad el minden itt. Ja. Te miattad? Csak is miattad, emberek? Nézzétek meg, virág! Rohad a virág! Kisz. Kisz. Nincs több, nincs több. Az autó faszakat is fölveszi. Jaj, bum! Na fogd meg a kamerát. Mi? Kipróbálom a biciklit. Ez a gyerek most éppen. Megint keresztbe váltott te? Biztos. Yeah! Nyögött egyet. Éppen most kipróbálja a biciklimet. Na minek? Ha megdobálom. Nézzétek-e, szép fa. Meg lebél. Itt az a rohadt gyerek, aki meg lett dobálva, mert lopja a biciklim, a csóró. Le kéne állítani ezt a béna gyereket. Szép pirál, nem? Na, gyere már ki, a kurva anyád. Megugrott a gyerek. Kicsit.
Minek várják, te béna? Nem, most megdobálok. El akar ütni. Most megdobjuk. Kavicskával. Szinte jövök. Hogy lássik-e? Vagy sem. Kavics. Most figyeljétek, emberek, hogy dobja le? Kavics. Ne sajátom. Fakja, köcsöme. Be a virágos oda. Meg mennyit mész vele már? Figyelj be! Mi? Mit kell megnyomni ezt a te fönt? Hogy ezt? Azt. Azt. A körülök. Azt? Hogy ezt? A körülök. Nézd meg, milyen szép díszt csinált neki ez a gyerek. Né, csinált. Ezt meg elrakom. De még ne. Na is szok. Még ne videó. Na is szok. Még most csinálok egy képet. Megy a videó. Banya. Iszik a gyerek. Mindjárt megfullad. Nézzétek azt a rúsnyapopát gyereket. Kiköpte a kaját. Mindjárt megfullad. Mindjárt ide hány megint. Látjátok? Mindjárt ide hány megint. Ide hány. A rúsnyi gyerek. Folyik a szájába a víz. Jó van, ebből se lesz semmi. Na, fáj a fejem. Büdös anya. Nézzetem a szállamat. Ez mi volt? Nézzétek meg, ilyen időben se állat vesz, hát. Tiszta genyó. Taknyos genyó. De elég eszem. Na, rúsnya vagy. Elég eszem. Mint egy beteg rú. Szevasztok, újra itt vagyunk, és most megmutatjuk, hogy hogyan kell a profi futballt elsajátítani. Fogjuk szedni a vizesűből a labdát. Nincs igen, pillanatnyi szünetért megértésüket kérjük.
Szevasztok, most menjünk a boltba újból. Megkérdezzük, hogy... Mindjárt megkérdezem, hogy mit kell venni. Én biciklivel jövök. Az a gyerek meg gyalog. Igen. Valami boltban, most boltban megyek. Ja, én is folytatom, csak most megyek egy ilyen 10 perc, mire visszajövök a boltból. Maradj ugyanúgy azon a szálban, ahol most vagy. Mondta meg, hogy azon maradj, azt mondja, öldönted, de meg az apjádig nem szólt, de reggel után még visszajön meg. Mit kell venni? Mi? Boltba, mit veszünk? Rohadt! Élete! Igen? Nem. Tarhonyát, meg cérnemet érte. Minek kell az? Mert anyu ebéd, abból csinál ebédet. És én kapok. Gondolom a tarhonyát megcsinálja ezéhez a pörkölt. Én kapok ebédet. Szarvas pörkölt. Kapok ebédet nálatok? Nem biztos. Elzsébet. Haza küldünk ebédet, meg visszagyűjt. Erzsébet utalványja fizetek. Nincsen. Nekem van. Most hogy nincs? Te ott az utolja, vagy meg a járdán? Nem, én is bemegyek a járdára. Nem jön semmi. Miért? Szabad. 12 éves még nem múltam el. Legalábbis szellemileg nem. De hülye. Hát már 15 vagy, te csicska. Hát jó, de szellemileg még 10 alatt vagyok. Mi? Szellemileg még 10 alatt vagyok, olyan hülye vagyok. Mi vagy? Szellemileg. Értelmi képességek tekintetében még nem múltam el annyi. Még mennyi vagy? 10 vagy? Vagy 11? Még tudom, én biztos. Még egy éves se vagy. Ja. Hát neked annyi, sok minden... Annyi ész maradt nekem, mint egy marék lepkének. Marény lepénynek. Annyi ész maradt, egy taréj lepkének. Milyen volt a székletel? Azt kérdeztem, véres. Milyen volt a székletel? Véres volt. Mit zabáltál itt össze-vissza? Mit kajáltál össze-vissza? Én amúgy el is mondtam ezt abban a fekete videóban, ami majd ennek a videónak az elején volt, hogy ugyanolyan hülye vagyok, mint akkoriban voltam, és továbbra is képtelen vagyok a reális gondolkodásra és cselekvésre. Már fogyatékos. Ja. Videózik az úgy, mint egy részek, hát nézzétek már. Be van tápos, nem tud vezetni se. De te adtál nekem alkoholos italt, és milyen te beszélsz. Milyen alkoholos ital, bazd meg, csak olyan, mint a tonik. Narancsos tonik. Tonik, kör. Bazd meg, elváltod biciklébe, fogjál be. Na most a kocsizembe, tudj közre, fogjuk le biciklébe, meg a lobot, elhúzzuk egy. Ja, addig kimegyek el ide. Ülök a hízom, arra vagy mit. Ja. Ja. Nem szép. Attila. Megfejtetted már a megfejtést? Tehén. Megfejtetted már a megfejtetetlen megfejtést? Mit? Hogy mi az négyzetben van, asztal, de nem szék. Ja. Asztal. Biztos. Hát jó, hát miért?
négy lába van, mi az? Asztal, de nem szély. Akkor mi lehet más, mint asztal? Hát, azért szerintem kérdezzük meg az embereket, itt akikkel találkozunk az utcán. Szólíts le őket, aztán megkérdezzük, hogy... Hogy, és felmérjük egyen, hogy, hogy a magyar emberek átlagban milyen okosak. Oda megyünk ki, bárki az egyszer valamikor persze, mondjuk, jó napot tudom. Tudnak válaszolni egy kérdésemre? Mi az? Négy lába van, asszel, de nem szék. Na mi az? Találja ki. Szeki tudja. Ja, ezt sem tudnám. De mondjuk abban már benne van asszal, de nem szék, akkor ja. Nem szék lesz, csak kiderül, hogy van doktori, aztán nem is tudja kitalálni. Mi? Kiderül, hogy van doktori, aztán nem is tudja kitalálni. A doktor úr, nemrég láttam megint ezt neki, hogy jó napot kívánok, megint biciklizett ilyen lassan, mint én. Csak épp, nézd, csak éppen, hogy ne essen el, aztán ilyen lassan megint biciklizett. Mindig lassan. Ja, azt az izé? Amúgy lehet, hogy nem is a biciklit takeri, hanem a faszát. Csak a faszát pörgeti, mint egy ócska fel. Bele a falba. Vagy az ágyba. Yeah. Ezt te szoktad. Mi? Azt én, mi? Ezt te szoktad, én ilyen. Ki? Te. Már. Ja. Elrejtettem múltkor a házatokban egy rejtett kamerát, aztán kifigyeltem. Hogy? Hogy éjszaka mindig masturbálsz. Ja, furom az ágyba. Ja. A fúróba szétfurom az ágyamat, aztán beesek a lyukba, mi? Ja. Ó, fasz. Csak egy kicsit elméretezted. Kicsit elméretezted. Mi a keci? Elméretezted egy kicsit a lyukadat. Nem utáns. Nem utáns. Szerintem azt kinn, azt még akkor is videózol. És hova mész ebbe a boltba? Aha. Mint múltkor? Aha. Már most hova gondoltad innen? Itt hova esett el a bazd meg a izébe? Hát hova gondolsz? Spárba? Hát hova gondolsz addig? Hajde. Jó van, akkor addig megvárom. És addig is videózol? Nem. Felrakod a csomagzáton. Na mit sikerült veled? Mutasd be a kamerának. Mit? Hogy mit sikerült vettél? Itt van szélnemet értettem. Igen. Meg tarhonyát. Igen. És más nem. Jó. Menjünk. Akkor menjünk. Na, itt van két kutyafaj. Boxer. Emlékszel, amikor egyszer ebben a boltba jöttünk szintén és lekameráztuk? Ja. Akkor még januárban volt, vagy decemberben, aztán... Ki tudja. Ja. Én meg fölhúztam a gyergetet, amíg bementél. Ja. Nem baszakodtál vele. A végig szép idő. A végig szép idő, ja. Kül neked ide gyűnni a régi szép időkből. De inkább jól van, még visszamész még a legrégébbeig, amit nem is ismert. A régébb. Mi az a régébb? Végébb. Régébb. Régébb. Gibi. Őrző terület. Gibi. Gibi. Családi házat vagy lakást bérlek. Családi házat vagy lakás bérlek. Aztán nem a masszaszarba mászkálsz a biciklin, már hülye gyerek. Miért ne? Mi? Miért ne? Nem az enyém. Nem mosod le. Velem én mentem vele. Hoppá. De te engedélyt hagytál rá. És a te tulajdonod. Mire? A biciklin. Úgyhogy a kötelesség téged illet. De amúgy nem mentem bele. Tudomásom szerint. Miben nem mentél bele? Szarba. Milyen szarba? Áááá! Abban ne? Mi? Víz volt? Nem tudom, valamit a fejemre csöpög. Csöpög a víz az átevezből. Fálezből. Csöpög a... Ezt kérdele, hogy igazából te csöpögtetted rám hátulról, mi? Persze, majd hátul oda köpök a fületben is. Ja. Hova mi? Szavasz! Többet nem láttál volna engem, ha elviszem a biciklit. Azzal te jártál volna jól, mert legalább lett volna neked egy pina biciklit, nekem meg egy miles biciklit. Pina? Miért nem kell hókuszból? Ez mi volt? Fa, sikolt az ány, nye! Igye, Levi. De mikor volt? Mi voltál? Te voltál? Ja. Mi a pengeted egy közben, hogy mit tegyünk, vagy mi? Ja. Gitárt csinálsz belőle? Pengetem itt. A faszodra lesz húr szerelve. Kinyújtod. Nyújtógéppel.
Vagy lapítógép, az penget ötöm. Penget ez a patoza. Fölrakod YouTube-ra, hogy penget ez a patoza. Ez kemény lenne. Hallad, főleg a már rejtett kamerás videóidat, amin éjjel maszturbálsz. De én raktam, csak te nem vetted észre. Már leszereltem, amikor bementem hozzátok. Hova, amikor? Még kamuzik és nem, de elhiggyétek. Nemrég, amikor voltam az izébe. Házatokba. Mindjárt belesek a hídba, te. De nem állom a biciklim, mert egy ja, de te csak a biciklit veszed ki. Igen, most halok meg. Rá se az igazam. Kopota, 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 terült rá, megfogod. Ja. És még külje is vagy elhez. Ha jó fejbe doblak, mindjárt kővel, megfogod. Nem, tészta van nálad. Na, ezt levertem, jó erősen nyomod. Engedjük a sorompó, gyere be! Mi? Engedjük a sorompó, gyere! Te már ott maradsz! Mi? Te már ott maradsz! Nem maradok. Mindjárt kérek engedélyt! Mit csinálsz? Fosolítam. Csá. Brrrr.